Rendkívüli intézkedések sorát hozta meg a fővárosi önkormányzat. Céljuk nem más, mint hogy megelőzzék és visszaszorítsák a koronavírus járvány terjedését Budapesten. Karácsony Gergely azt közölte, nem csak a fővárosi fenntartású színházakban, de a főváros kezén lévő mozikban is felfüggesztik az előadásokat. Ezen felül tette hozzá a főpolgármester, a múzeumokban és a fővárosi könyvtár fiók intézményeiben is leállnak a szolgáltatások. A közösségi közlekedésben is apró változások jönnek, péntektől már nem lehet jegyet venni a járművezetőktől. A főváros ezzel a sofőrök egészségét kívánja előtérbe helyezni. Karácsony Gergely partnerséget vár el a kormánytól és a budapesti magáncégektől is. A városvezető a rugalmasabb, vagyis részben az otthonról történő munkavégzésnek nyitna utat. Vendégünk a stúdióban, mert már itt beszélgetünk, elkezdtük a beszélgetést, Németh Erzsébet szociálpszichológus, jó reggelt, reggelt. Köszöntjük nálunk. De mindig azt mondják politikusok, közszereplők, vagy hát azokban az országokban élők, ahol már nagy a baj, még nagyobb, hogy ne essünk pánikba. Tehát hogy ez az egyik legfontosabb dolog. Mit gondol eddig, hogyan kommunikálta az emberek a társadalom felé a kormány, de akár az ellenzék is, a politikusok, a közszereplők ezt a súlyos helyzetet? Én szerintem nincs igazuk azoknak, akik azt mondják, hogy ne essünk pánikba. Szóval ezt nagyon sokat mondták. Nagyon most sokat, tehát ez volt az első kérdésünk mindenkihez. Most van itt az első vagy második nap, amikor azt mondhatjuk, hogy azok, akik korábban mondjuk meg voltak fedve avval, hogy pánikba esnek, azoknak mondhatjuk azt, hogy köszönjük. Uh-huh. Ugyanis közegészségügyi szempontból, hogyha valaki többet tesz, mint amennyit mondjuk követel a kormány, és önként karanténba vonul, és kesztyűbe, meg búvárszemüvegbe közlekedik az utcán, és egyéb ilyen dolgokat tesz, az lehet, hogy furcsa nekünk, de valójában az egy lépés még tovább a védekezés felé. Úgyhogy avval nincsen gond, hogy pánikba esnek. A probléma akkor van, hogyha nem tartják be most ezeket a szabályokat. De egy pillanatra még a pániknál. Nagyon erős kifejezés, és olyasmikre mondták, amilyen jelenségre nem tudtak rámutatni, hogy akkor most mi is az a bizonyos pánik, amivel kapcsolatban most olyan óriási nagy baj van. Nem is értem. Hát ugye azt szokták mondani, hogy ami nem az életszerű cselekedetekhez kapcsolódik, hogy a pániknál azt mérik, amikor az ember nem kap levegőt, így vízben fuldoklik, pánikba esik, és mondjuk magával rántja azt az embert, aki viszont meg az, amit mondtad, hogy a szemüvegbe lemegy az utcára, az egy dolog, az hát ő pánikban van, de magának. De mondjuk, ha lemegy a boltba, és fölvásárol 50 kiló lisztet, meg nem tudom, 40 kiló olajat, és amit az emberek átéltek az buvárszemüvegbe lemenni az utcán, az egy teljesen nem pánik jelenség. Tehát az azt jelenti, hogy valaki rájött arra, hogy bizony a maszk az nem védi a szemet. Egyszerűen azt mondja, hogy a szemüveg meg oldalt is belemehet. Uh-huh. Én nem akarnék búvárszemüvegbe menni, de azt gondolom, hogy ez közel sem pánik. A butaság azt mondani, hogyha valaki valamennyi lisztet fölvásárol, akkor fölösleges, hiszen mindenkinek minden szinten föl kell készülni arra, hogy karantén lesz, illetve, hogy minél inkább el kell minket egymástól választani, mondjuk a kontaktokat kerülni kell, és olyankor, hogyha azt mondják, hogy maradj otthon, akkor jó, hogyha egy-két hétre való tartalék élelmiszer szappan van. Könnyebb lesz egyébként ellátni az embereket, hogyha néhányan legalább bespájzoltak. 50 kilóliszt az tényleg túlzás. Az túlzás. Hadd kérdezzek öntől valamit. Ugye az emberek mindig várják azt, hogy valakinek az utasításai szerint cselekedjenek. Ez teljesen normális. Ez így működik a családban is, így működik a közéletben is. Az emberek általában egy adott kormánytól várják azt, a kormányban ülő szakemberektől, hogy mit tegyünk, mit cselekedjünk. Ha azt mondja a kormány, hogy kérem szépen mindenki figyeljen oda a környezetére, moson kezet, óvintézkedéseket tartsa be, vásároljanak, de ne esztelenül, akkor ezt nekünk el kell hinni? Nem, máshogy kérdezem, ezt mi magyarok elhisszük? Nagyon érdekes, nagyon-nagyon megoszlottak vagyunk magyarok, és most egy óriási próba van ebben a tekintetben, olyan, mint egy szociálpszichológiai kísérlet. Tehát én bejöttem az ATV-be, független attól, hogy ez az intézmény most akkor hisz a kormánynak általában vagy sem, azért megkértek, hogy feltűtlenítsem a kezemet. Nagyon helyes. És nagyon örültem neki. De amikor bemegyek a McDonald's-be, igen. És nincsen fertőtlenítés, sőt a mosdóba se engednek meg, ha csak nem vásároltam már meg mindent. Igen. És utána az utcára bejöve kézzel eszem a krumplit, akkor azt mondom, hogy itt valami nagyon nagy probléma van. Mm. Tehát
Én azt látom, hogy egy olyasmi kezd kialakulni, hogy akár hiszek a kormánynak, akár nem hiszek a kormánynak, akár bízom benne, akár nem, ezeket a dolgokat igyekszik mindenki azért megcsinálni. Néhányan többet is csinálnak, néhányan azt gondolják, hogy ez hülyeség, akkor is megcsinálják. Csak arra azért szeretném figyelmeztetni, hogy nagyon ilyen márkákat nem mondjunk, mert lehet, hogy azon által említett gyors étteremben egyébként pont van ilyen készfertőtlenítő kihelyezve. Nyilván mindenki törekszik tudom, arra. Voltam most, szappan volt, tehát a mosdóba be lehetett egyébként. Igen. De a mosdóba be lehetett úgy menni, hogy az ember nem fizetett előtte, és le kellett. Hogy a blokk, tehát, hogy bemegyek, fizetek, ugye, megkapom az ennivalót, leteszem az asztalra, ott hagyom, ugye? És az emberek nagy többsége ezt nem hagyja ott, hanem elkezd enni. Tehát, hogy azért most mindegy a márkától, arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogyha a kormány azt mondja, hogy figyelni kell arra, hogy a kezünk tiszta legyen, és ne érjünk a kezünkkel, akkor mindenkinek van feladata mindenféle szinten. A pánik hogyan terjed? Mennyire gyorsan képes a pánik úrrá lenni az embereken? Rendkívül gyorsan. Tehát ez nagyon érdekes egyébként, és a gazdaságra is, meg a lélektanra is igaz, hogy át tud csapni. Ez olyan egy kicsit, mint az árvíz, hogy egy ideig is emelkedik, és aztán átcsap a gáton, és ragályszerűen tud terjedni a pánik. De azt kell mondjam, hogy most ez a fajta szorongás. Én nem vagyok egy szorongó alkat, de azt mégis azt mondom, hogy most a szorongás, a bizonytalanság kerülés, amit egyébként a magyarokra jellemző, az közegészségügyi szempontból nem olyan nagy baj. Legalább talán tényleg többet mosunk kezet, mert azért a közmosásba se vagyunk az élen. Tehát ha nem vigyázunk, nem foglalkozunk ezzel, aztán puszilkodunk, kezet fogunk, nem mosunk kezet, koszos kézzel eszünk a krumplit, stb., akkor baj lesz. Egyébként hogy tapasztalja, hogy reagálják, vagy hogy fogadják az emberek ezeket az intézkedéseket? Nyilván jár kell az utcán, meg hát a szakmából adódóan is jobban figyeli ezt. A magyarok inkább, ugye azt mondja, hogy megosztottak. Van egy réteg, én legalábbis azt tapasztalom, aki azt mondja, hogy jaj, hát még mindig azt mondják, a média felfújja az egészet, hát ez egy influenza, mindenki átesik rajta, és van egy másik réteg, aki már nagyon-nagyon-nagyon komolyan vesz, és szinte átesik a ló túlsó oldalára. Hogy fogadjuk ezt? Én úgy látom, hogy azok, akik azt mondják, hogy a média felfújja, és nem tudom én micsoda, azok most hallgatásba vonultak. Tehát most viszonylag többet ismerek, aki rengeteg ilyen blogot posztolt, és még le is szedte. Tehát most egy kicsit, minthogyha visszahúzódtak volna, és azok, akik viszont amúgy nagyon, mondhatjuk azt, hogy pánikolnak, azok viszont most már osztják az észt. És mi annak a pszichológiája, hogyha valaki megbetegszik, ugye sajnos most már erről is kell beszélnünk, nyilván ne essen pánikba, ő aztán végképp ne, de azt mondja még, hát én bemegyek dolgozni, mert csak egy picit kapar, meg akkor ma nem kapok pénzt, meg nem tudom, tehát hogy ennek mekkora veszélye van, mennyire vagyunk ilyenek? Azt gondolom, hogy most rendkívül jelentősége van a pontos, hiteles, határozott és nyugodt kommunikációnak. Azt lehet látni, hogy amivel kapcsolatban ez megtörtént, mondjuk a kézmosással, azt nagyjából tudják az emberek. Avval kapcsolatban, hogy egészen pontosan milyen tünetek azok, amikor valamit tennünk kell, és mit kell tenni, ezzel kapcsolatban vannak bizonytalanságok, és valamit mondani kellene határozottabban is ismételgetni, de ugyanakkor el kell mondani néhány dolgot. Hogy vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk. És nem arról van szó, hogy itt az álhírterjesztők mondanak óriási butaságokat, hanem Angela Merkel mond óriási butaságot. Nyugodtan ki lehet számolni, hogy a leginkább érintett területeken 1/1000 a fertőzésnek az aránya, és 70% honnan szedte, fogalmam sincsen. Meg kell mondani, nem tudjuk pontosan mennyi a lappangási idő, nem tudjuk, hogy közbe fertőze, nem tudjuk, hogy ki lehet-e mutatni. Tehát nagyon sok mindent el kell mondani, és nagyon részesen el kell mondani, hogy milyen tüneteknél pontosan mit kell tenni, és általában egyébként ezt telefonon kell tennünk. Tehát ezek a dolgok, hogy 2 nappal ezelőtt volt egy határozott megszólalás, és azóta, mintha egy kicsit rend lenne a fejekben,
ez még nem elégséges. Tehát tudni, nem elégséges, mert a WHO is mondott két hete olyat, aminek aztán múlt héten meg a szöges ellentétét mondta, és ugye nyilván bizonyosságot okoz. Hát ilyeneket lehet olvasni teljesen, most nem mondok, de mondjuk nagyon-nagyon-nagyon keresett hírportálon, hogy a tatú származik, mert a tatúnak a DNS-e 95%-ban megegyezik a koronavírus DNS-ével, ami egyébként egy RNS vírus jelzem. Hát, aki középiskolában nem lógott el minden biológia órát, az tudja, hogy ez marhaság, de ez nem a Marinének a fejéből kipattant, aki az unokájának a Facebookján ezt megosztotta, hanem... Szóval, köszönjük. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.